Azt tudom önöknek mondani, hogy azt kérem a kollégáimtól, hogy tervezzék a külső nyomvonalat meg, a belső nyomvonaltól elállunk. Nem fogjuk megépíteni. Az az állami beruházási szándék, hogy mi jó dolgot akarunk létrehozni az egriek érdekében, mert Eger városa fontos nekünk, az itt élő összes választópolgár fontos a kormányzatnak, független attól, hogy ránk szavaztak vagy ellenünk. Mi olyan dolgot, amivel az önök egészséges élethez való jogát, az önök normális lakhatáshoz való jogát korlátozzuk, rontjuk, semmiféleképpen nem fogunk megvalósítani. Miért jutottunk mégis ide? Azért jutottunk mégis ide, és itt szeretnék egy zárójelet nyitni, nagy tanúság, mert mégis volt egy helyi építési szabályzat, ami ezt lehetővé tette. Ha a helyi építési szabályzat, magyarul az egrieknek az építési szabályzata, azt a döntést hozta volna akár az elmúlt 10 évben, akár az elmúlt 20 évben, hogy már pedig ez a belső nyomvonal soha büdös életben el nem készülhet, akkor a tervezők hozzá sem kezdhettek volna a munkához. És megjegyzem, hogyha valaki értelmet próbál találni a népszavazási kezdeményezésben, és elolvassa a második sort, én megtettem ezt, és elolvassa a második kérdést, abból világosan kiderül, hogy Eger városának van lehetősége arra, hogy az ügybe beleszóljon, hiszen a helyi építési szabályzattal ő jelöli ki, hogy hol épülhet az út, vagy hol nem. Tehát azt megértem, hogy rajtam, a kormányon és a kollégáimon akarják egyesek leverni ezt a dolgot, de jó volna először a városházán rendet tenni, hogy a városházán méltóztasson a képviselőtestület olyan helyi építési szabályzatot elfogadni, amely védi és nem kiszolgáltatottá teszi az egrieket. És érdemes elolvasni a helyi építési szabályzatot. Mi csak oda tudunk utat tervezni, ahova a helyi építési szabályzat, az önkormányzat által építési szabályzat lehetővé teszi. Ha az építési szabályzat kizárja, mi nem tudunk utat tervezni oda. Tehát javaslom, hogy amikor majd a kedélyek egyszer lenyugodnak, akkor érdemes beballagni a városházára, átnézi a kertvárosra vonatkozó építési szabályzatot, hogy ott valójában mi is van hatályban. Attól félek, és nem akarom megsérteni a helyi képviselőtestület tagjait. Gondolom kivétel nélkül mind megszavazták. Menjünk vissza 2008-ra. Érdemes megnézni az akkori jegyzőkönyveket. El se szokták olvasni. Ha most megkérdezném, hogy a helyi képviselőtestület tagjai közül hányan olvasták el A-tól Z-ig a helyi építési szabályzatot, szerény lenne azoknak a száma, akik ezt megtették. És a helyi polgárok sem ismerik a helyi építési szabályzatot, tehát nem tudom függetleníteni az ügyet attól, hogy az egrieknek mégiscsak a saját joguk és kötelességük, hogy azt eldöntsék a városházán, hogy hol mit akarnak építeni. Ez volt a zárójel. Azért polgármesterünk szeretnék kérni valamit, hogy akkor hosszú távra rendezzük ezt az ügyet el. Ugye azzal, hogyha mi ennek a külső nyomvonalnak a tervezését rendeljük meg, vagy én jó magam ezt rendelem el, azzal az, hogy mondjam, azért évtizedre el fog dőlni, hogy melyik nyomvonal a releváns, hiszen amelyiknek a terve lesz, amelyikben az állam már investált először 100 milliókat vagy milliárdokat, az megy a megvalósítás irányába. De én a helyi építési szabályzat rendbetételét mindenféleképpen kérem tőled, akár úgy, hogy a kollégáimmal egyeztettek, hogy ez megfeleljen a beruházói és a megrendelői oldalnak is. Főépítész úrral számos esetben beszéltünk erről, és hát arra vártunk, mivel olvastuk a híreket, hogy országosan is fog változni számos jogszabály. Okay. Én tisztelettel megvárnám, hogy a minisztériumban hogyan döntötök, és utána annak megfelelően. Jó, rendben, de akkor ebben maradunk egyeztetésben.